A mai Nemzeti Versenyképességi Tanácsülésen a munkaerőpiac versenyképességéről beszéltünk, abban az értelemben, hogy hol vannak még olyan tartalékai a magyar munkaerőpiacnak, amelyet ki tudna aknázni, amelyet ki tudna használni. Nyilván nem lehet elszigetelten beszélni erről a területről sem. Azt a kérdéskört jártuk körül, hogy munkaerőmobilitás, a képzési támogatások rendszerének a felülvizsgálata, a munkaerőmobilitás országon belüli lehetőségeinek a kiszélesítése hogyan valósítható meg. Nyilván adórendszert érintő kérdések, járulékfizetést is érinthető kérdések kerültek szóba. Itt azt szeretném mindenképpen hangsúlyozni, hogy nem gondoljuk azt, hogy a most elért kb. 67%-os foglalkoztatottsági szintet ne lehetne még tovább növelni. Úgy érezzük, hogy itt még van tartalék. A hasonló népességi országokban 500 000-val, más országban még többen is dolgoznak a magyar helyzethez képest. Tehát a 4,4 millió munkavállaló ember az még nem az a szint, amivel a kormány elégedett lenne. Lehetőséget látunk arra, hogy időseknél, fiataloknál, női foglalkoztatásnál olyan új elemeket hozzunk majd be, amelyek növeltik az itt lévő foglalkoztatást. Itt most nem sorolom föl, a részmunkaidőtől elkezdve a nyugdíjasokra vonatkozó munkaügyi szabályoknak az áttekintésén túl lesznek majd itt is kezdeményezések. Mi úgy érezzük, hogy nem egy föltől elrugaszkodott cél az, hogy Magyarországon legalább annyian dolgozzanak, mint Svédországban vagy Csehországban. Tehát továbbra is az a cél, hogy a meglévő munkanélküli rétegből, közfoglalkoztatotti rétegből, azokból az inaktív rétegekből, amelyekben a foglalkoztatás ma alacsonyabb, mint ezekkel az országokkal összevetve, ott még látunk arra lehetőséget, hogy a foglalkoztatást bővíteni tudjuk.